A már 3,5 évtizedes múltra visszatekintő nyírségi torna az egyik legnagyobb sakkverseny a keleti régióban. Az elmúlt években számos neves sakkozó ült asztalhoz a viadalon, amely továbbra is népszerű a versenyzők körében. Ezúttal is érkeznek határon túli sakkozók, és a hazai élmezőnyt is jó néhányan képviselik a népesnek ígérkező mezőnyben. A szervezők az előzetes nevezések alapján közel 200 indulóra számítanak. Az A csoportban, az a nevezzük mesteri csoportnak, ahol a nemzetközi mesterek, fidemesterek és egyéb sakkozók indulnak, meg van határozva, hogy milyen értékszám felett már nem jogosultak a lentebbi csoportokban versenyezni, igen, mutatós pénzdíjakat szerezhetnek meg a mesterek, nemzetközi mesterek. A B csoportban 2000-es nemzetközi értékszám alatt lehet játszani, a C csoport úgy szintén nemzetközi értékszám változtató, 1700 értékszám alatti sakkozók játszhatnak, és a D csoport az a legkisebbeknek való, a 14 éven aluliaknak, ez szabadidős jellegű, ehhez nemzetközi értékszám és nyilvántartási szám nem szükséges, ezen a D csoport versenyén mindenki sakkozhat. A verseny megnyitója szombat délután 1 órakor lesz, majd aznap 4:30-as kezdéssel megrendezik az első fordulót. Ezek után minden nap 8:30-kor ketyegnek a sakkórák a Városmajor utcán a Széchenyi István közgazdasági és informatikai szak középiskola épületében. Vasárnap és keddi napon délutáni forduló is van, délután 3:00-kor kezdődik az aznapi második forduló. Jövő hét pénteken, azaz július 8-án történik az eredményhirdetés. Az A csoport győztese 80.000 forinttal gazdagodik, ebben a kategóriában összesen 336.000 forintot osztanak szét a szervezők. A B csoport legjobbja 40.000 forintot kap majd, a kategóriában 200.000 forint a díjalap, míg a C csoportban összesen 22.000 forintot vihet haza az első 3 helyen végző sakkozó.